Az első dolog az, hogy miért, vajon miért vagyok itt, tehát miért hívhatott meg engem a Judit a Máté kiállításához. Máté és köztem pontosan 30 év korkülönbség van. Mondhatnám, hogy az én javamra, de szerintem inkább az én káromra, bár ez nem látszik egyikünkön se. Amikor én 30 évvel ezelőtt, vagy már az már 40 is, kikerültem a képzőművészeti főiskolára, mert a képzőművészeti főiskolán sokszorosító grafika szakra jártam, akkor már a főiskolán is engem sokkal jobban érdekeltek azok az anyagok, amikkel mi dolgozunk. Tehát a savak, a réz, a cinklemez, a különböző fedő, zsír és víz taszító processzusok, mint a litográfiánál, vagy a részkasznál, a maratás, stb. Stb. És én is szerelmese voltam az ott hagyott, túlmaradott rézlemezeknek, amikor kiválik valami és oxidálódik. Tehát akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, tehát nem az volt a fontos, hogy most én gyönyörű szép fejeket, emberi alakokat, tájakat rajzoljak a rézlemezre, hanem érdekelni kezdett eredendően az, hogy miből van ez a grafika. Tehát azok az anyagok, amelyekből ez az egész műfaj létrejön. És én mániákusan nem a festészettel foglalkoztam, abban az időben volt ugye az új szenzibilitás, stb. Tehát még azok a munkák, amik ilyen táblaképek voltak, azokon is mindig talált régi bádogok, rezek, különböző anyagok voltak. Tehát én megszállottan nem tubus festéket használtam, hanem előállítottam azokat a színeket, mit tudom én, rézgálic elektrolízisével magán a képen. Tehát, hogy lefektettem, teleöntöttem például rézgálicszal, meg egyéb savakkal, és utána rákapcsoltam lapos elemeket, és azok adták a képet. Maguktól keletkezve, tehát mint egy kebinbe kiadva a fizikának és a kémiának ezeket a folyamatokat, figyeltem azt, hogy mi történik, és természetesen, mint a feltalálók nagy része, ezeket utána az ember uralja, hiszen a véletlen az mindig jó barátunk, de amikor egyszer már a véletlen megtörtént, akkor már tudottá válik, tehát egyre inkább több minden karolódik föl az eszköztárunkban, tehát ezeket a véletleneket már tudottá tudjuk varázsolni, és használni tudjuk ezeket. Ha tovább megyek, akkor vajon mi van itt? Azt mondja, hogy ugye ezek kísérletek voltak már az elejétől fogva is. Tehát fölírtam pár ilyen kulcs szót, a kísérlet, mint ilyen, az nagyon fontos volt. Amikor megkérdezik tőlem, hogy ki volt a mesterem, akkor mindig azt mondom, hogy Öveges professzor. Mert nem a Rassler Károly, meg a Rozanics, meg a Kocsis Imre, meg a, tudom, akikkel a főiskolán ottan próbáltunk beszélgetni, ők megszállottan meg akarták mutatni, hogy hogy kell tartani a rézmetszőkést, meg a linómetszőkést, és nem jó, így kell tartani, stb. De szemléletet egyáltalán nem próbáltak sugározni, adni. Ott a képzőművészeti főiskolán akkor, nem tudom, hogy most változott-e valami, de például egy festőosztályra bekerült az ember, akkor a Svábi Lajoshoz, akkor kis Svábi Lajosok kerültek ki, vagy a Gerzson Pálhoz, akkor kis Gerzson Pálok kerültek ki utána az iskolából, nem tudom, hogy ez változott-e valamit. Amilyen iskolát mi csinálunk, mert itt van a főnököm is, a dékán úr, a Bátori Zsolt, az abban különbözik, hogy mi rengetegféle szemléletet megpróbálunk megmutatni a hallgatóknak. Tehát szellemileg vértezzük föl őket, és minden technikára megtanítjuk őket. Tehát az a fontos, hogy mit akar mondani, és ahhoz a megfelelő eszközt tudja majd választani. Tehát lehet ez bármilyen, a fotótól kezdve a tervező grafikáig, meg a média művészetig, stb. Stb. Szóval a kísérlet nekem a gyerekkorom óta fontos volt, mindig csüngtem a képernyőn, de azt hiszem az első ilyen furcsa fizikai kísérleteket végző ilyen, mégis ilyen média bohóc is volt tulajdonképpen az Öveges professzor, mindenki emlékszik, a gyerekek csodálatos, mindenki emlékszik ezekre a
szavaira, és az ember mindig próbálta megcsinálni a kísérleteket, azzal szórakoztunk a suliba, és ugye a széken, ahogy dörsöljük a helyzet, és akkor elektromosság fejlődik, és akkor jönnek a csajok, vagy jön a tanár, akkor felugrik, mert hatalmas szikrával megrázza őket, aki éppen leföldeli ezt a föltöltött elektromosságot. Most, ahogy az ember elkezdett ezzel foglalkozni, akkor persze fölmerült ez a... És azt gondolom, hogy ezek a kísérletek is ilyen rítusok, szertartások, amik az alkímiában is ugyanúgy működtek. Tehát a bizonyosság, egy kémiai kísérlet a fizika órán, az általában a bizonyosságnak a deklarálása. Mert mindig ugyanúgy megtörténik. Nálunk mondjuk az súlyban általában nem sikerültek a fizika órán a kísérletek, mert valami a páratartalom talán nem olyan volt. De igazából, hogyha le van írva egy kísérlet, akkor az bármikor ugye reprodukálható, és az összes régebbi mitoszokhoz kapcsolódó rítus során is valamilyen anyagváltozás történik. Hát akár a főzés, az égetés, stb. Az áldozat is végül is van, égő áldozat, amikor felszáll az égbe a termény legjava, és tégették, stb. Tehát a rítusokból jön szerintem az alkímia, de erről én írtam ennél sokkal szofisztikáltabban, úgyhogy megpróbálom ezt megkeresni, és ha megtalálom, akkor nagyon röviden olvasok belőle. Ezért elnézést kérek, de tényleg rá vagyok szorulva, mert ezekről, amikről itt dadogni szeretnék, ez talán ebben jobban le van írva. Tehát a rítusokról és az alkimiáról ezt írtam. Megengedik, hogy leüljek? Olyan nehéz. A legkorábbi mágikus rítusok, áldozati eljárások eszközei mindig az anyagi, fizikai vagy kémiai minőségnek átalakításával, átalakulásával kapcsolatos jelenségeket foglalnak magukba. Elégetés, füstölés, feloldás, elegyítés, főzés, stb. Mind a mágikus erő, a manna, ugye ez a Marcel Mauss-nak a győr kifejezés, és onnan az ő írásaiból táplálkoznak. Itt sokszor ugye rengeteg idézet van, de akit érdekel, akkor tényleg javaslom, ez fönn van a képzőművészeti főiskolának a honlapján, a doktori iskolának a honlapján megkereshető egyiket, az összes doktori disszertáció. Hogy? Könnyű megtenni. Nagyon könnyű megtenni, borzalmas a honlap, szóval. De a bátrak ki a szerencse. Azt mondja, korábban említett, de rendszerezett tulajdonságok és szimpatetikus mágián alapuló cselekvések az alkimistáknál az egy nembeli természet formái, mely formákat feloldva juthatunk vissza magához a természethez, melyet egy lényeg vagy erő formájában képzelnek, mely Mauss manna fogalmának kritériumait maximálisan kielégítik. Ennek neve az alkimistáknál a bölcsekköve, a minden gyógyító csodaszer, az életvize, melynek eléréséhez a nagy művelet, a grande opera segít hozzá. Az alkimista praxisa e művelet leírására tett folyamatos kísérlet, az ideális recept, a nagy világegyenlet, a Lázs 42, csak egy kicsit később, a hibátlan formula, a tökéletes módszer, a nagy elixír, a természet spirituális erejének megtalálására és felhasználására. Kurt Seligman, a Breton és Calloway köréhez tartozó szürrealista festő, a mágia kultúrtörténetéről írt munkában idézi Ethan Allen Hitchcock 1865-ben megjelent könyvét, mely a Megjegyzések az alkimiáról és az alkimistákról címet viselte. Seligman Hitchcock meglátásainak jelentőségét emeli ki több helyen is a könyvében, aki maga is foglalkozott alkimiával. Hitchcock régi alkimiai szövegek elemzésében azt a következtetést mondja le, mely szerint az alkimia egyetlen tárgya maga az ember. Valódi céljuk az, hogy az ember tökéletesítése, mely, idézet, az emberi és isteni természet egységének eleven érzékelésén nyugszik. A kívánt tökéletesség vagy egység a lélek és a létezés állapota, nem pusztán a tudási.
Seligman nem osztja teljesen Hitchcock azon véleményét, mert szerint az alkimisták nem valóságos kémiai műveleteket végeztek, és a leírt kémiai folyamatok nem a fémek, hanem az ember saját spirituális nemesítésének jelképei voltak. Az alkémiát, mint kizárólagosan spirituális tevékenységnek tekintő leírás, Mohs meghatározásával sem egyezik, véleménye szerint sem kevésbé fontos az ezzel egyenrangúnak, a hozzávezető útnak gondolt gyakorlat, az anyagok transmutációjára tett kísérletek lépcsőfokai, ami valóságos matériák valóságos kémiai reakcióival történik. Hitchcock észreveszi azonban, hogy az alkímia egyes 7 stációját az alkimista iratok viszonylag pontosan leírják, azonban a folyamatok feltárása mellett szigorú titok övezi az alkimista edényét, amelyben azok lezajlanak. Mint azt a rá vonatkozó későbbi pszichológiai megközelítések, melyek közül kiemelkednek C.G. Young alkimiáról alkotott nézetei, világosan megfogalmazzák azt a tézést, amely szerint az alkimista edényén nem más, mint maga az alkimista. Azt vallja, hogy az alkimia belső szellemi fejlődésére koncentrál, és eljárásának különböző fázisai megfeleltethetőek az operátor lelki állapotának, melyeket a kémiai eljárások végzése közben ér el. Most vettem el mindenkinek a kedvét arról, hogy ebbe a tanulmányba belenézzen, de azt gondolom, hogy maga az eljárása fontos, ennek a gyakorlása. Szinte egyenlőséggel teszek az alkimista művelet, és akár a vallásos rítus, az áldozat, a templomi, az ostya és a víz és a stb. Keverése között, hiszen ezek mindig meg, ott is kémiai vagy fizikai változás, mégis is oldásról van szó, a bort föl, stb. És ezzel a dologgal a Hitchcock azt mondja, hogy maga ugye az eljárás, ennek a gyakorlása a lényeg. Itt pedig nagyon közel járunk a művészethez, tehát az nevesítés, az ember nemesítés, stb. Tehát kérdéseket teszünk föl magunkról, az emberről, a környezetünkről, a világról. Ugyanezt csinálja ugye az alkimista. Én azt gondolom, hogy az alkimia, a művészet egy korai speciális ága ezek szerint. És sokan gyakorolják a fiatalok közül is, hiszen ahogy itt kinn a folyosón, a kiállítottelemről belőtt beszéltünk, ez egy szenvedély. Tehát valamire rájön az ember, valami elkapja a gépszíj, tehát látja ezeknek az anyagoknak a gyönyörűségét, a átalakulását, a saját lehetőségeinket, hogyan uraljuk ezeket a dolgokat, és azt mondja Máté, hogy ebből még 4-5 kiállítás ebből a svenkből, ami most itt benne van, még bőven kijöhet. Szóval ez is nagyon fontos, ez a flow, amit ebben a felfedezősdiben, mert szinte ebből az invenció a felfedezésre is kapcsolatot lehet hozni, hiszen az alkimia során született meg a kémia. Newton írásainak azt hiszem 85-90%-a alkimiai írás. Ennyi belőle a gravitáció és a tömegvonzás leírása, amit úgy mellékesen, side effectként az alkimia mellett megtapasztalt, állítólag egy alma segítette hozzá. De ugye ez a városi legenda. Menjünk tovább. Brikollás. Nagyon fontos nekem ez a szó, a high-tech és a low-tech megkülönböztetésénél is, ami ugye a rossz ízű szavakkal, a sufni tuningnak is lehet mondani, vagy low-technek, tehát amikor a technológia alacsony foka használódik. Tehát ugye tipikus brikollőr a drótos tót, aki jár városról városra, mint a Vándor fényképész például, és mindent megcsinál. Hátán van egy doboz, benne van cink, bádog, drótok, egyebek, szilva lekvár, mert azon baromi jól lehet ragasztani, tehát ami eltört, ami tönkrement, azt megragasztja. Bekopog, mi tört el? Kérdezi a faluban, a városban, és utána azt megdrótozza. Mindent újjávarázsol, de úgy, hogy azt az anyagkészletet, a rendelkezésre álló preset készletet használja, alkalmazza, ami ott van hátul a furcsa dobozában. Ugye ez a Apollo 14, amikor elromlik a levegőszűrő, vagy nem tudom, és akkor a rendelkezésre álló anyagokból csinálnak egy
high-tech, de minden, ami hozzávaló, az ilyen low-tech történet. Tehát furcsa mód összejön és szűri a levegőt, de kitalálják azt, hogy mivel lehet kiváltani. Tehát ez is egy ilyen tipikus eset ennek a brikollásnak. Tehát amikor a rendelkezésre álló eszközkészletet használják, egyébként a mitoszok is így működnek. Mindig a rendelkezésre álló eszközkészletből rakják össze a lényeket, az egyebeket, és azt a világmagyarázatot, ami tökéletesen kerek világot mutat, mint a mesékben is ugye a gyerekeknek, mert ilyen bipoláris opozíciókra épül minden ebben, és mindennek megvan a magja. Tehát egy mitosz az tökéletes világmagyarázat, ott nincs kérdés. A világ egy tengeren álló négy oszlopon egy teknősbéka, azon van három krokodil, és akkor azon van, ezt így nem lehet vitatkozni, ezt vagy elfogadja az ember, mint általában ugye az összes mitosznál vagy vallásnál, hogy ez így van, de mindig teljes világmagyarázatot ad. A tudomány az mindig azt mondja, hogy jelen tudásunk szerint, mostani állapotunkban. Sőt, ugye a cáfolhatóság, a falszifikálás, ugye az egy fontos kritérium a tudományosságnak, tehát hogyha valami tudományos, akkor cáfolható is kell legyen. Mert nem abszolút igazságokkal dolgozik a tudomány. De ez csak egy ilyen zárójeles dolog volt, mert ide a tudományt is be lehetett volna venni, vagy akár az áttudományt, stb. A média archeológia, amit még én szeretnék ezzel kapcsolatban a Máté kiállításával és a Máté tevékenységével még felhozni, azt talán még nem követte el senki, tehát nem olvastam a recenziókban, de azt gondolom, hogy amit ő művel, az média archeológia. Tehát a fotózásnak olyan mély rétegeit, olyan eredendő eszköztárát, azokat az anyagokat kutatja, amelyben egy csomó olyan érdekes dolog felszínre kerülhet, ami mellett hajlamosak vagyunk elmenni. Tehát amikor kinyerjük az ezüstöt a fixírsóból, akkor tulajdonképpen nem a papírra lerakódott maradék ezüstöt használjuk, tehát az egyik része a papíron van, a másik tulajdonképpen negatív kerül rá bele a fixír folyadékba. És ebből tulajdonképpen az összes előhívott képnek a negatívja mintegy benne van, kvázi, tehát eszmeileg egy fixír oldatban. Ugye ez elhangzott egyébként, igen. Tehát, hogy egy negatív állapot a fotózásnak ez az egész, amikor abban a lében benne van a eredendő normális előhívás során nem a papírra rögzült ezüst. Most menjünk tovább, mert a képek sokkal érdekesebbek. Egyébként ennek a dolgozatnak az a címe, erre nem nyomtattam rá, de ott van. Egyébként odaadom, nyugodtan lehet lapozgatni, ha valakit érdekel, mert van nekem egy másik. Az atavizmus. Én azt gondolom, hogy az atavizmus, és ez a címe ennek a doktori disszertációnak, az atavizmus, mint médiamódszer, és kitaláltam ezt a fogalmat arra, ami ugye általában pejoratív értelmű, a visszaütés, valami korábbi állapotra való visszatérés. Ugye van ez a dóló törvény, ami azt mondja, hogy sosem járhatjuk be kétszer azt, az evolúció sosem járja kétszer ugyanazt az utat be, hanem egy másik úton indul el. De bizonyos esetekben, és a művészetben ugye minden szabad, elképzelhető, hogy ez a dóló törvény nem alkalmazható. Azt gondolom, hogy kicsit megvilágítani, hogy mi az, hogy média archeológia, és ebben az atavizmus fogalma is, hogy talán értetővé válik, hogy miért használom én pozitívan. Azt gondolom, hogy amit a Máté csinál, az is egy atavisztikus gesztus, visszamenni a fotó legeredendőbb, legprímérebb szituációjára, amit a kísérletezés során ugye az első félig alkimisták, félig természettudósok, félig a fotóművészet feltalálói hoztak létre. Tehát, hogy ezek az anyagok ma visszatekintve úgy, hogy nem tulajdonképpen figurális kép
jön létre ezekből. Nagyon érdekes tanulságokra vezetnek. És ezt hívom én ateizmusnak, hogy visszaütünk, visszatalálunk ehhez az eredendő állapothoz. És de az én számomra is ez volt az egyik legérdekesebb dolog. Ez egy részlemez. Istókovics Kálmán, kikeresettem, mit tudom én, 20-as években aktív, aztán élt valami 50-60-as évekig, nek a részkarca van rajta. Itt látszik a részkarc lent. A rossz tárolás eredményeképpen oxidáció folyamata zajlott le, és számomra egy tájat próbált reprezentálni, a valóságot próbálta leképezni, mint a képzőművészetnek, vagy a művészetnek ugye sokáig ez volt a fő program. Minél hívebben megragadni, leképezni a természetet. Ott van lenne, amit Istókovics Kálmán alkotott, egy falusi házacska, azt hiszem, hogy alföldi táj, vagy valami ilyesmi lett a cím, egy hatalmas nagy ég volt. A rossz tárolás következtében beázott, stb. Egy gyönyörű tájkép lett rajta, ami számomra sokkal érdekesebb, mint az eredeti tájkép, hiszen ez maga a természet alkotta, the pencil of the nature, hogy Talbotot idézzük. Tehát a részkarcon is, ha nem is ráfényképező, de ugyanolyan anyagok, vagy olyan eljárások zajlanak itt is le, mint a fotó különböző eljárásainál, egy mintázat. Ráadásul ez egy Turing-féle mintázat. Mert olyan folyadék dinamikai processzus zajlott itt le, ami gyönyörűen látszik, hogy a Turing ugye élete utolsó időszakában biomorfológiával foglalkozott. Kitalálta a számítógépet, aztán megnézte, hogy miket lehet kiszámítani. És rájött arra, hogy akár az állati mintázatokat, a különféle hidrodinamikai folyamatokat, egyebeket, amik minden ilyen mintázatokkal rendelkeznek, vagy akár a homokdűnéknek az alakulását, ebben belelátjuk azt is, ilyen a sivatagi homok, amikor fújja a szél. De ez Istókovics Kálmán részlemezén történt, és számomra sokkal szebb és sokkal mélyebb a természetről szóló képet eredményezett, mint az eredendő kis házikócska a kerítéssel, a fácskával, meg a, talán ott még a gémeskút is látszik. Tehát itt ezen a képen kétféle világ látszik. Most én ezt a másodikat választottam, mert azt mondtam, hogy nem fogok rajzolgatni, tehát ezt a Kondor iskolát, ezt hagyjuk előrökre. Akkor a magyar grafikának is volt ugye egy felévelő időszaka, és aztán ez valahogy kifújt. És maga ez az eljárás, maga a részlemez, maga az anyagok kezdtek el engem érdekelni. Tehát ez a felső rész, ez az oktidált rész, mert azt gondolom, hogy itt a természetnek hívebb ábrázolása történik, akár saját maga által, hiszen ugye a Talbot is ezt szerette volna, illetve az összes festő előtte, hát a Talbot is festegetett is, és a Komuitónál az Istennek sem tudta úgy lerajzolni a tájat a kamera oszkurájával, ahogy azt szerette volna, hanem az a vágy fogalmazódott meg benne ott a Komuitónál, hogy milyen lenne, hogy ez a kamera oszkura kép valahogy rögzítődne. És akkor ezt az egész béna kezemet nem kéne használni, hogy ecsettel, ceruzával ezzel foglalkozzam. És ez indította el arra, hogy kísérletezgessen, és a korábbi alkimisták észrevételét, mely szerint az ezüst sók bizonyos összetételben képesek arra, hogy fényérzékenyé váljanak. Ezt ő elkezdte használni, és utána a fényképészet történetét azt már ismerjük. Tehát én ezt azért hoztam be, sokkal később találtam ezt a képet, amikor elkezdtem ezeket a dolgokat készíteni, de ezeknek ugye a kísérleteknek a nagy része olyan, hogy az oxidáció, korrózió és a többi áldozatává válnak ezek a dolgok. De például tudok mutatni ilyen kísérletezős munkáimat jó régről. Ez a Bolt pályázaton Székesfehérvel volt kiállítva, ez egy elektrolízis folyamata.
ha jól emlékszem, Részgálic volt a kékedényemben, illetve fenolftalein oldatot elektrolizáltam, és a néző kapcsolhatta be az áramot, ahol a 220 volt, ugye, mint a izzó sornál, azért kisebb feszültséget eredményezett itt sorba kötve, és megváltozott a színe a képnek, hogyha a néző ráeresztette az áramot, mert a fenoltalányból ez a lilás szín kivált, és úgy teljesen egyértelmű lett, a másik már pedig ez a zöldes rézoxid vált elő, és ezt a nagy V betűt, mert ugye ez volt a csillagos szín, hogy volt, és ezt a V betűt jelenítettem, ráadásul még egy voltmérő is erősíti ezt a V-t, mert azon is van egy jó nagy V betű. Vagy lejjebb, itt volt egy ilyen kísérlet, mert ugye a fémek azok vezetik az elektromosságot. Egy idő múlva ez a mágnesesség, meg az elektromosság kezdett el érdekelni, és igazából ezek az installációk, illetve róla készült fényképek vagy videók, már akkor csak ilyen U-matic videó volt még, úgyhogy annak annyi, azt hiszem, ezekre maradtak meg ezekből a dolgokból. Ez szintén ezen a volt pályázaton volt, aranyfüst van rá applikálva, ragasztva üveglapokra, és 4000 voltosok nagy feszültséggel dolgoztunk, ilyen neotrafóval kötöttük össze, és a néző nyomhatta meg a gombot, és az volt a cím, hogy szikra rajz, és a szikrák, ahol meg volt szakítva ez a csíkocska, az aranyfüst, ott átugráltak. De lehetett befolyásolni, mert az ember egy kicsit ott közelebb vágta, tehát egy adott rajzolat tudott megjelenni a 4000 voltra, tehát tűzzel, mint egy rajzolt. És akkor jönnek ezek ugye az őselemek, bár semmilyen ezotérikus dologra engem nem lehet rávenni, vagy ezzel engem behűíteni, de érdekes, hogy ez a folyadék, víz, tűz, stb. Ezek az anyagok, vagy a földet és levegőt ugye reprezentálják, ezek azért megjelentek ezekben a dolgokban, mint ezek az őselemek annak idején is az alkimistnek ezek szerint is osztályozták ezeket. Vagy itt van egy másik lögyben úszó tárgy, ez az Aurora Titanic 1988-89 tájáról. Amikor itt jelen lévő, csak éppen rendetlenkedő Gerhes Gáborral közösen a kék acél kiállításokat csinálgattuk, akkor a gyerekkori élményekből adódóan azokat a jelképeket, szimbólumokat használtuk, amik minket gyerekkorunkban körülvettek, és akkor már úgy nyilvánvaló volt, hogy az Aurora el fog süllyedni. Most ez Részgálicban úszik, és a kiállítás időtartam alatt ez kiszáradt. Tehát folyamatosan dolgozott a cinkkel, ilyen először saját komplementerére vált, ilyen narancssárgás lett a dolog, és látszik, hogy itt a sók, egyebek kiváltak rajta, hasonlóan ahhozokhoz a dolgokhoz, amivel Máté is operált, de ő kizárólag a fotográfia körében tartva ugye ezt az eljárás. Nekem meg teljesen az egész kémia vagy fizika úgy gondolta, hogy belefér az eszköztárba, és nem egy adott médiummal foglalkozott akkor még az ember, hanem az installáció műfaja az kiváló volt arra, hogy a táblaképet kikerüljük, mert azt nagyon utáltam, már csak az új festészet miatt is, és egy másik úton járjon az ember. És itt egy másik variáció, amikor már így ez az egész elfoszlik, elkoszolódik, tehát egy ilyen tengerfenéki állapotba kerül, mint egy a süllyedést is reprezentálva. Aztán ezeket a medencéket, ami ilyen kicsit technikailag az ember föl turbózta, és készítettem ilyen folyadékok rezgéseivel operáló munkákat. Ez például ha jól emlékszem, a Rezonancia című kiállításra készült. Itt hátul volt egy, nem tudom az egeret mutogatni, de volt a kiállítóteremben elkülönített tér, ahol egy szikragenerátor működött, videokamera vette a nézőt magát, és vetítette rá erre egy videó, zártláncú videó keretében
erre a vízfelületre, amit az a hang is megrezegtetett, tehát álló hullámok jöttek létre, tehát a képet maga a néző hozta létre, önarckép volt tulajdonképpen magád, arra később jött rá, amikor oda ment a másik ember, és akkor azon azt vette észre, hogy végülis ez az egész szikra, ez a nagy feszültségű kisülés, ez átment a fején, mint egy. Tehát az exponálás, vagy a flashnek egy itt már egy kicsit fotó vagy videós vonatkozása jelent meg ezen. És akkor elkezdtek érdekelni ezek a rezgő asztalok, rezgő folyadékok, és akkor ezekre ilyen videóvetítéseket készítettem. Itt van például egy ilyen részlet erről. Tessék! Ízék. Ezek? Ne vagy fénylek. Hogy jöttek létre? Azt mondom, itt egy szikra generátor van benn, amit videón fölvesz, és zárt láncűve, de ide. Hát, hogy a néző működteti azt a szikra generátor, és a képe csatlakozik a rendszerbe, egy videóra föl van véve a néző a szikra képével együtt, és az vetítődik erre az asztalra. Utána elbeszélgetünk. Tehát egy képet vetítök rá a rezgő asztalra, és még az is befolyásolja, meg egy mindenféle ilyen anyagkiválás, mert megszórtam ezüstporral, stb. Tehát azokon különböző részletek, ahogy az úszik, a rezgés hatására. És aztán elkezdtek érdekelni ezek az álló hullámok, stb., ami szintén a természet egy mintázata, ami fizikai folyamatoknak a megjelenése. Ugye ebből is van egy ilyen, ez a Chematics nevű vonalat, ez a Hans-Jenny, mit tudom én, ez is eltmegy ilyen szent geometriában, meg ezoterében, az nem érdekel engem egyáltalán, hanem csak maga a fizika, a matek által kiszámítható dolog, tehát maradjunk erről a Turing-féle verzióinál, hogy ezek is minden, még a szikra kisülés és a többi egyenletekkel leírható, sőt az újabb számítógépes eszközünkkel, például processing programmal, ezek programozhatóan reprodukálhatók, káváltak. Tehát itt van pár ilyen felület. Egész érdekes, hogy ilyen higanyszerű felületté vált, amikor a kályha ezüstöt én rászortam a vízre, és az meg rezegtette ezt a vizet, és az volt a címe a munkának, hogy a vízre írt név, ugye irodalmi referencia, aki tudja, hogy valakinek a sírján ez van, hogy itt fekszik, akinek a vízre volt írva, vagy vízre van írva a neve, akinek a nevét a vízre írtak, pontosabban egy angol költő. És a néző tekergethette az erősségét a rezgésnek, és ő rajzolta a vízre. És az nagyon érdekes volt, hogy ez a bőrke, ami mint a tejnek a föle, így a felületen egy ideig emlékezett a rezgésre. Tehát amikor kikapcsolódott, akkor nem nyomta a gombot a néző, akkor ez egy ideig úgy maradt. Tehát, hogy ráfújunk a tejnek a fölére is, az is ott szépen egy ideig ítsen, és utána terül ki. Tehát nagyon szép volt, nagyon tetszett nekem ez, hogy az anyag emlékszik, van az anyagnak egy kis emlékezete. Tehát azt a rezgést, azt a amit információt rá beleadtunk, arra emlékszik egy darabig. Aztán ez is elmegy mindenféle, olvastam önöket, hogy akkor az anyag, meg a kristályok, és ez a terület nem érdekel. Ez érdekel, hogy ez szép, ennek az esztétikai vonatkozása érdekel mindössze. Aztán ilyen kis doboz, ami szintén ilyen zárt láncú videó, ez is elég nehéz ügy. A doboz belsejében, egyébként a doboz ennek a mintájára készült, egy ilyen 1700 körüli metszet, Laterna Magica, aminek kicsit föl van nyitva a doboznak az ajtaja, mert a titok ott lepleződik le, hogy vajon mi van a dobozkában benne. Itt is hasonló módon készítettem ezt el. Belül ventilátorok által pörgetett horgászsinórok, világító, fluoreszkáló horgászsinórok voltak, amit egy ipari videokamera erre a képernyőre kivetített, és teljesen úgy nézett, mint egy oszcillátor lenne. Tehát az különböző frekvencián ugye oszcillált, különböző nagyságokat vágtam, hogy nehogy beálljon a kép, tehát nehogy ez az oszcilláció, ez érthető, ugye? Jöjjön létre, és itt van egy ilyen
fényképsorozat, mert ugye ez már megért egy misét, vagy több misét is, hogy ezeket az ember fotográfiával rögzítse, tehát fotókat és nyomatokat, printeket készítse el, és ez is önálló műként jelent meg. Tehát ez kép előállító doboz volt, a különféle frekvenciákon mozgó horgászsinórok, amit tulajdonképpen digitálisan meg lehet csinálni, bármikor előállítható, de nekem fontos volt ez az analóg előállítás, hogy oszcillációs ábrát, oszcilláció képet manuális, vagy analóg módon előállítani. És ez a zavarba hozás volt, mert a képen úgy nézett ki, mint tényleg egy oszcillátor működne, és a néző működtette. Tehát fontos itt is a beavatkozása, a nézőnek a beavatkozása ehhez. Ugye ez az a régi középkor, újkor hajnala DG, itt a DG, tekerő lanton működik közre, és szórakoztatja a népet. Van bennem egy ilyen vándor muzsikus hajlam, vagy hogy mondják ezt, vagy ami régen a vándor fényképészekben volt, hogy szeretek így műsort adni, vagy hogy bevonni a nézőt ebbe a történetbe, mint itt. Na most ez egy másik dolog, itt meg a Krapanyi művésztelepen készültek ezek a dolgok, tengerpart, sekélypart, és leraktam fehér vagy vásznakat, egyebeket, hogy majd a tenger megfesti őket. Nyilván nem maradandóan volt, vagy pedig a fotó szárítónak a krómlemezét, mert az gyönyörű, nem sugározta a vizet, és hát ennyi közünk van a fotóhoz, hogy az is az az anyag, ami a fotózásnak az egyik fontos eszköze, amikor még nem műanyagpapírok voltak, hanem szárítgatni kellett ezzel a ráfeszített vászonnal a nagyításokat. És azon a hullámzás előállít ilyeneket. És ez tökéletesen ugyanaz a Turing pattern, ami leírható matekkal, aminek az egyenleteit ugye ez a nagyon okos ember, aki úgy megnyerte a második világ, csak azt is szoktak mondani, hogy ő nyerte meg a második világháborút az enigmakor megfejtésével, kitalált vagy leírt. Tehát itt is azt gondolom, hogy az ember hátralép egy kicsit, hagyja a természetet, önmagát, pencil of the nature módjára dolgozni, és ennél hívebb reprodukálása nincs, mint ahogy a Talbot mondta, hogyha a fotó, fölérzékenyített fotó papírra preparált ősi emulzióra a természet maga rögzíti maga magát. Akkor ez ilyen konyhai kísérlet, ugye mindenkinek van otthon elektromos ilyen melegítője. Ezen, hogyha a kávét főzzük, és kimegy egy kis vízcsepp, az elkezd ott ugrálni. Ez a Leidenfrost effektus. Én elkezdtem ezeket videózni, mert annyira tetszett, és rájöttem közben, hogy ezek különböző alakzatokat, megfelelő frekvencián, a hő, az infrasugárzás miatt, különböző frekvenciákon, különböző alakokat adnak ki. Aztán kiderült, hogy ennek nagy tudománya van, és hogy ez miért van, még ez előállítódik ez egy vízcseppnél, amikor százzal megyünk az autópályán, és ott van a megszáradt vízcsepp, és az is ugyanígy elkezd vibrálni, és az is mindenféle alakzatokat vesz föl. Hát van itt Dávid csillag, vörös csillag, négyszög, tehát az összes geometriai sokszög formátum, ezek a különféle számú sarkokkal, de ezek állandóan mozognak. Tehát ahol üres, ott a második pillanatban ott lesz a kidudorodás. És egyszerűen kereszt, vagy van, amikor kettős, tehát kettő darab. És van egy olyan állapot, amikor négyszöggé változik a csepp furcsa mód. Tehát ez a konyhai kísérlet, amikor a saját környezetünkben lévő nagyon egyszerű dolgok, tehát a low-tech figyelő technikával valamilyen tudományos kísérletet készítünk. Nyilván ez is az öveges által belimplantált tudós bohócvérben van benne. Vagy az utcán megyünk, ugye, és akkor a trolibuszból kicsöpögött olaj, az gyönyörű, mert olyan, mint egy nebula. Ugyanolyan törvények szerint működik a nebuláknak a kozmoszban a különféle áramlása, mint ilyen kis mikro
környezetben egy vízcseppnek a filmjének az eloszlása a vizes talajon. De fontos nekem, hogy legyen benne egy kis zebra, legyen benne egy kis, hogy hívják, tehát rántsuk a földre és vissza ezt az egészet, hogy ne az legyen, hogy ez olyan, mint ez aszfalt, kész. Vagy ilyen kis, ez ilyen a Jakob Böhme sorozatnak egy része, ugyanis Jakob Böhme az 1677-ben, ha jól emlékszem, egy látomása volt, egy ónedénynek a hajnali napsütés rávetülő visszatükröző fényében egyszer csak bekattant, és onnantól kezdve profétikus írásokat a teozófia eredetének vagy ősének mondott világmodellt állított föl. Egy egyszerű varga volt, azt hiszem, és hirtelen egy fény jelenségnek a hatására beexponálódott az agyat. Ez is egy fényképezés. Én azt próbálom reprodukálni, hogy milyen lehetett ez a fényjáték tulajdonképpen. A teozófia nem érdekel. Nem érdekelnek a Böhme írása, csak ennyi a jelenség érdekel, hogy mi lehetett az a pont, milyen látványban lehetett része, mert ez a képzőművészetnek ez a képzőművészeti része, a többi filozófia, meg vallástudomány, meg teológia, meg egyebek. De én maradok ennél a résznél, és nyilván a többi is benne van valamilyen módon, de ez érdekel. Tehát ezek ilyen pár négyzetmilliméteres kis felvételek, tehát ilyen makrofelvételek, amik ki vannak nagyítva. És ugye ez fehérre készül, nyilván a kontraszt van egy kicsit digitálisan átdolgozva, mert hogy látható legyen ez a fény, mert a fehér papírra vetül, fekete elnyeli, ennyi különbséget kell tenni a vető. És ugye itt van maga, amiről eddig beszéltünk, a Talbotnak a The Pencil of Nature című sorozata, ami az első ilyen kiadvány volt, amelyben az ő nagyításai megjelentek. Most pár ilyen, ha már a fotózással kapcsolatos dolgokkal kell foglalkoznunk, amit én nagyon szívesen tetszek, mert ebben a szövegben is egy csomó ilyesmi van. Ugye 2008-ban fölmerült az, hogy nem Talbottal kezdődik a fotótörténet, hanem van egy ilyen Wedgwood nevű ember, akinek a fotói állítólag, de ezt megint olvasni fogok. Tehát itt az írásokban, amit a Mátéról szólnak, itt elhangzott ugye Albertus Magnus meg egyebek, de egy korábbi felfedezés is van, a perzsa természetfilozófus alkimista Abu Musa Jabir ibn Hayyan, ez 721 és 815 között élt, angolosan Abu Musa Jabir ibn Hayyan, akit latinul Gébernek neveztek, jegyezte fel elsőként, hogy az ezüstnitrát fény hatására megsötétedik. Johann Heinrich Schulze, 1687-1740, ezt már tudjuk, német poliosztor, egy személyben orvos, professzor, fizikus, kémikus, filozófus és teológus is volt. 1727-ben ezüstnitrát és kréta keverékéből előállított sűrű folyadékkal töltött meg egy üveget, amelyet olyan papírba csomagolt, melyen levélformákat vágott ki. Az üveget a napra tette, majd a burkolást eltávolítva a levelek alakzatai sötéten jelentek meg az üvegen lévő paszta felületén. Ez volt az első alkalom, hogy valaki a fény hatására egy kémiai anyagon keletkező képet figyelt meg, de Schulze ezt még nem tudta rögzíteni. Ugye ez egyszer csak, mint a foszforeszkáló felület, úgy egy ideig emlékszik, és utána eltűnik. Schulze receptje alapján Thomas Wedgwood, ő 1771-1805-ig élt, az 1790-es években ezüst nitráttal fény érzékenyített papírra, állatbőrökre, üvegre és kerámiára, nem véletlenül, hiszen a családja híres Wedgwood kerámia üzem, itt látható egy kerámiájuk, és érdekes egyezést fedeztem én fel a kettő között, mert ez egy állítólag egy Wedgwood fotográfia. Na, tehát kamera obszkura képeket készített árképfotográfiákat, de állítólag ő
még nem tudta ezeket rögzíteni. Barátja Humphrey Davy, kémikus, aki a bányászok légsúlyveszélyt jelző Davy lámpájának a feltalálója, számos kémiai elem és vegyület felfedezője, a Journal of Royal Institute-ban 1802-ben tette közzé Wedgwood eredményét, és saját fotográfiai kísérleteivel egyetemben, ezzel a címmel An Account of a Method of Copying Paintings upon Glass and of Making Profiles by the Agency of Light upon Nitrate of Silver, invented by T. Wedgwood. Davy leírja, hogy ezeket a képeket, miként az általa folytatott kísérletek során fényérzékenyebbnek tartott ezüst kloridos felvételeket, még nem tudta stabilizálni sem ő, sem Wedgwood. Utóbbi baráti viszonyban volt James Watt-tal, és familiája rokoni kapcsolatban állt a Darwin családdal is. Tehát egy olyan network volt ott, hogy hihetetlen. Mint ahogy mi találkoztunk. És teljesen véletlen. Erasmus Darwinnak az utóképek vizsgálatáról tanulmány alapján az emberi szem működése és a fotogenikus kép között keresett kapcsolatot Wedgwood. Az ezüst nitráttal kezelt anyagon a kép negatívként jelentkezett, miként az utóképnek is egy rövidebb pozitív szakasz után egy hosszabb negatív szakasza mutatkozik. A retinát ezek alapján fényérzékeny felületnek gondolta, amelyen a kép megjelenik. Ugye ránézünk a fényre, akkor ez a folyamat zajlik le a agyunkban igazából, de a szemfenék érzékelő sejtjeinek a beégés, vagy kémiai reakciója miatt. Elsőként 1885-ben az egyik legkorábbi fotótörténész Samuel Higley említette, hogy látott olyan Wedgwood által készített fotókat, amelyek nem halványultak el. Így azok fixálása vagy már megoldott volt, vagy utólag történt, az addig sötétben tartott, és társasági eseményként csak gyenge gyertyafénynél nézegetett felvételek esetében. Tehát kinyitották, ezt nézzétek. Igazi fénykép, és gyorsan visszakerültünk, mert egy idő múlva elszállt a történet. Mert nem volt még fixálás, nem volt fixír. Azt mondja, a Wedgwood fotók legendája tovább élt, mindeddig kézzelfogható bizonyítékok nélkül. 2008-ban a Sotheby árverésre kínált egy kisméretű fotogramot, melyen egy falevél kontaktja látható ezüst nitrát papíron. Az eredetileg Talbotnak, hisz előtte nincs rögzített ezüst nitrát fotó, tulajdonított fotogenikus képről, Larry Schaaf Talbot szakértő azt állította, hogy a kép korábbi és abból az albumból származik, melyet Henry Bright, akvarelfestő állított össze korábban Wedgwooddal kapcsolatban lévő családjához került felvételekből. Ezek összesen 6 kép, a leghíresebb ez a cápatojás kontakt, és itt van a teljes képsorozat. Ez egy grafika, de fotóval. Tehát itt is a grafika és fotó kapcsolatban ez egy szép bizonyíték, hogy az első, a Talbot is rengeteg olyat csinált, hogy a zsíros, transzparensített grafikát átkontaktolta, mint egy ezzel sokszorosítva. Tehát az első ilyen fotó által sokszorosított grafikasorozat is a fotóval kapcsolatos. Azt mondja, hogy ezek összesen 6 kép, növények, virágok, kulcsok, illetve egy cápatojászsák kontaktjai, mely utóbbi a Metropolitan Múzeum tulajdona egy album lapra voltak elrendezve. Tehát ez ennek a Schaafnak, nem tudom, hogy jól ejtem, az életben nem hallottam, hogy mondják a nevét, ez a levél az rekonstrukciója, mert az hiányzott, de pont odafér. Ezeket a fotogenikus képeket Wedgwood fennmaradt és fixált felvételeinek gondolja Schaaf, kijelentésével hatalmas vitát gerjesztve, melynek hatására az aukcióról a Quillian gyűjteményből származó fotót további vizsgálatok elvégzésére hivatkozva visszavonták. Az eltelt időben új hír, hát ez 2008 és 2014 között írtam, az eredményről nem reppent fel, a Getty Intézet által 2013. októberére szervezett szimpózium, mely ezzel a témával lett meghirdette, és a Bright album fotóiról, anyagvizsgálataikról és kormeghatározásukról szólt volna, az utolsó pillanatban törölve lett, így a fotótörténet továbbra is Niepce, hogy ejtik? Franciában. Niepce, igen.
Talbottal és Daggerrel, talán ezt jól mondom, kezdődik a dolgozatírás akkor. Azóta ránéztem az internetre, természetesen a Sharp az minden héten ír egy levelet, hogy de valahogy ez nyilván akkora pénzügyi tranzakció is van emögött, és a galériás világ mondta, tehát a legősibb fényképről van szó, hogyha erről bebizonyítják, hogy valóban a Wedgwoodhoz tartozik, akkor átíródik a fotó történelem is tulajdonképpen. Mert ugye, hogy mondják, nips, mint clips, oké. 1827-es első heliográfiájához júdeai aszfaltot használt, ollomlemezen sikeresen megoldva a régi vágyat, a kamera obszkura képének rögzítését magának a fénynek a segítségével. Halál után kísérletenének eredményét felhasználva, de ezt nem mondom, ezt mindenki tudja. Csak én a neveket nem tudom, a francia neveket nem tudom egyszerűen helyesen kiejteni, ezért elnézést kérek. Érdekes, hogy mindenki azt mondja, hogy a Talbotnak a Pencil of Nature volt az első olyan sokszorosított könyv, amit ugye 150 példányban sokszorosítottak, 6 külön füzetben. A kallotípia volt a technikája, és a negatívokról készült összesen 24 darab fényképet tartalmazott ez. De valójában két kiadvány megelőzte ezt. Ezt kevesen tudják. Azt mondja, hogy ugye mind a kettőhöz volt Talbotnak némi köze. John Walter dokumentum, amely CMW-ról készült halálos ágyán, című magánkiadásban megjelentetett írása, melynek címoldalán egy kalotípia szerepelt, ez itt jobbra, csak ezt valahogy nem találtam meg most. Tehát ez volt a címoldal, amit Talbot segédje, Nicholas Henneman készített a Catherine Mary Waltert, a szerző húgát ábrázoló márványbüstről. Walter könyve előbb jelent meg az 1844-es év első felében, mint Talbot albumának első füzete. És 1839-ben Ann Atkins, ezt az Enikő biztos tudja, aki Talbot beavatott a fotográfia eljárásába, mégsem kalotípiákat használva, hanem a család barátja, Sir John Friedrich William Herschel által 1842-ben kifejlesztett cianotípia technikájával készítette fotogramjait különböző vízinövényekről, amelyet saját kiadásában sokszor is szültve publikált 1843-ban. Photograph of British Alga, Cyanotype Impressions, amelyet további kötetek követtek. Ezt a kékes dolgokat ismerjük, ugye ez a cianotípinek a jellegzetessége. Tehát érdekes módon nem a Talbot, akint a fototörténet első sokszorosított fotóalbumnak tart, hanem ez a két kiadvány megelőzte ennek a kiadását. És a Herschel az, aki 1839-ben elsőként használja a fotográfia kifejez, ebben is benne van a grafika, nem azért mondom, mert fotográfia, tehát a fény le grafikálása vagy képezése, a fénnyel való írásként, rajzolásként meghatározva az új technikát. Tehát ezek barátai egymásnak, mint ezekből is kiderült, tehát ide-oda lehet bennük ugrálni vagy pendlizni, és te is, ahogy mondod, itt a festészet felé folytatódnak a kísérletek, és ugyanúgy ezek az anyagok tulajdonképpen a grafikának, sokszorosító grafikának is az eljárásai. Na nézzük, mi van még képekben. Na ez is egy nagyon érdekes dolog. A számítógép föltalálása és a Jacquard kötőgép vagy szövőgép, amit ugye a lyukkártyával vezéreltek, és a fényképezés közötti érdekes kapcsolat. Erről is valahol itten van egy pár mondat, csak találjam meg. Itt van. És itt van egy, nem tudom,
ki ismeri az Armin Medosnak az írásait, és van egy Geoffrey Batchen nevű ember, aki Lev Manovicsal vitatkozó írására hivatkozok, tehát ezek a média művészek és a média új média világa tulajdonképpen, de ezek is kapcsolatosak a média archeológiával, mert az eredetről, illetve a származásról vitatkoznak. Tehát ez a sajnos így kezdődik a mondat. Medos Geoffrey, tehát egy ilyen egy doktori disszertáció. Medos Geoffrey Batchent idézve kritikával illeti Lev Manovics azon megállapítását, hogy a média művészet legfontosabb előfutárának a mozifilmet tekinti. Batchent felhívja a figyelmet, hogy lehetséges nem lineáris, nem a folyamatos progresszív haladás vonalára felfűzött médiatörténetre, ez is nagyon fontos, tehát hogy a timeline az itt egészen más, és azt gondolom, hogy aki ilyesmivel foglalkozik, annál szintén, hiszen jelen időben zajlik a múlt, és fordítva. Nem a folyamatos progresszív haladás vonalára felfűzött médiatörténetre, megvilágítva olyan összefüggéseket, melyek átértékelhetik a hagyományos média históriát. Példának hozza fel azt a kapcsolatot és együttműködést, mely egyrészt Charles Babbage és William Henry Fox Talbot, másrésztről Samuel Morse, aki a Morse távirat föltalálta, és Louis Daguerre között találmányaikat illetően kimutatható. Talbot csipke terítőről készített kontaktját megmutatja barátjának, Babbage-nak. Ők is jó haverok. És ott egy csomó mindenkit találódik. És a fotóval kapcsolatban olyan bináris fogalmakat használ, mint a fény jelenléte vagy hiánya, tehát on vagy off állapota, tehát az ezüst is vagy ott van, kiválik, vagy nem válik ki. A mikroszemcse is on vagy off állapotban van tulajdonképpen. Tehát nem mondhatjuk, hogy digitális az analóg, de van köztük kapcsolat. A fotóval kapcsolatban olyan bináris fogalmat használ, mely a fény jelenléte vagy hiánya, a tonális mintázat be vagy kikapcsolt volta, és a kép numerikus egységek általi felépítésének lehetőséget fogalmazza meg, melyek a digitális bináris kódolásnak megfelelő kifejezések. Talbot az önmagát fénysegítségvel leképező rajzoló természet, mint fotográfiai eljárásnak a megnevezése, maga Babbage asszisztensének, a komputerprogramozás első kidolgozójának, Ada Lovelace-nek a mondatára rímel, akit Babbage-zsal közösen fejleszt, aki a Babbage-zsal közösen fejlesztett számítógépet olyan kulturális műtárgynak tekintette, mely lehetővé teszi a természet számára, hogy matematikai egyenletek formájában reprezentálja magát. Erről beszélünk. Batchent fontos összefüggéseket tár fel az említett gesztusban, amikor Talbot megmutatja fotóját Babbage-nak az említett csipketerítő darabról, melyet egy Jacquard lyukkártya vezérelte gépen készítettek. Babbage szintén ilyen lyukkártyákat használt a komputációhoz analitikus gépének fejlesztése során, ami ugye az első számítógép, valódi számítógépnek mondott objektum, és ebben a Ada Lovelace-nek is nagy szerepe volt. A gépi reprodukció a tömegtermelés megteremtésének igénye, aminek nyilván gazdasági alapjai is voltak elsősorban, hogy kellett a gép, mert hogy nem lehetett annyi csipkét szőni kézzel, hogy amennyit felvásároltak volna. Mind a festmény helyettesítő fotográfia, hiszen a festményt kiváltja, egészen más feladata lett a művészetnek. A természet híven reprezentálódik. Egészen más utakat jár be a festészet, a különböző izmusok, stb. Mindenkinek megvan a manifestum, a saját manifestum, hogyan látja a világot. És az mindenkinek igaza van, mert abban a kulturális környezetben úgy lehetett látni egyedül azt a világot. Már a szürrealisták a mély lélektant, az emberi belsőt gondolták fontosnak, ugye ez párhuzamos a Freud-féle kutatásokat, de stb. Azt mondja a képviselő, a gépi reprodukció tömegtermelés megteremtésének igénye, mind a már nem kézzel készített csipketerítő, mind a festményt helyettesítő fotográfia esetén nyilvánvaló az industriális társadalom hajnalán, már hogy ennek szükségessége. Samuel Morse, aki egyébként később összebarátkozik majd Daguerrel, és a hozzá hasonló festőművész,
első távírójának szerkezetébe saját festővásznának vakrámáját építi bele. Egyébként Samuel Morse festő. Ez az ő képe. Sosem volt, ez a Louvre egy csarnoka. De ebbe a Louvre csarnokba a különböző termekben lévő legfontosabb festményeket ő belefotoshoppolta az ecsetjével. Ez egy hatalmas vászon, mert ugye Amerikában él, és az volt a mániája, hogy ilyen vándor roadshow keretében bemutatja ezt a hatalmas festményt, tehát nem kell az embereknek a Louvre-ba átutazni az óceánon, az ő képében megnézhetjük, tehát reprodukcióban ott, és igazi festmény is egyébként. Ezt festi Párizsban 3 éven át. Na de mit mondtam én itt? Azt mondja, a saját festővásznának vakrámáját építi be, és arról értekezik, hogy az elektromosság jelenlétét láthatóvá lehet tenni, és akár az intelligenciát távoli helyekre lehet ennek segítségével eljuttatni. De ez volt az első lépés. A festményeket megismertetni az amerikaiakkal. Nem tudnak enni, fantasztikus, remek művek vannak. Én megcsinálom. Tehát volt benne egy ilyen stenk. És azt mondja, hogy mert az ABC angol betűinek bináris on-off kód sorozatokra való redukálásával a Morse ABC és az ezek által közvetített üzenetek lévén valósított meg, de ebben is számítógépes numerikus kódolás előképét láthatjuk. Érdemes megjegyezni, hogy Morse, aki portréfestőként működött, több éven keresztül vándorfestőként járta Amerika és Franciaország városait, miként azt később a vándorfotográfusok tették. Párizsban megszállottan a Louvre képeit másolja, és 3 év alatt, 1831 és 1833 között megfesti a Gallery of Louvre, ma a Best of Louvre-nak neveznénk ezt a képet, mert mondom, összehordta az általa a legfontosabbak műveknek tartottak, de mondom, ez sosem volt egy teremben. Szándéka az volt, igen, amelyen egy terembe válogatja össze azokat az által legfontosabbnak tartott festményeket, melyek az akkori kiállításon szerepeltek, de valójában több teremben szétszórtan voltak kiállítva. Szándéka az volt, hogy az európai kultúra általa preferált korszakainak főműveiből, a túlnyomó részt reneszánsz alkotásokból montírozott nagyméretű vásznát nyilvánosan belépő jegy ellenében mutogassa majd oda az Amerikában, ahol az európai festészet csak fekete-fehér grafikai technikákkal készített reprodukciókon keresztül volt addig elérhető. A kor nagy sikerű festői vállalkozása a körképektől a diorámákig a látvány, a képi információ megosztását jelentik, melyek nyomán a képi illúzió optikai lehetőségének megteremtésére irányuló kísérletek vezettek a fotográfia és a mozgókép invencióihoz. Hát most nem tudnék ilyen mondatokat írni úgy hirtelen. A vállalkozás Morse esetében is a képi információ rögzítéséről és továbbításáról szólt. Esetében a kódolás, a hagyományos technika, a színes képi reprodukció akkor legtökéletesebb formája az olajfestmény. Morse az európai és amerikai, az ős hazából származó műtárgyakban szűkölködi, gyökértelenül váló kultúra közötti információ cseréjére alapozza üzleti tervét a festménnyel kapcsolatban. Az Amerikából hazafelé tartó Sully névre keresztelt postahajón, amelynek a rakodóterében lent Morse festményeit is szállítja Amerikába, Charles Thomas Jackson, orvos, geológus és kémikus professzorral folytatott, a Taton folytatott beszélgetéseinek hatására, Morse még az utazás során megfogalmazza és lerajzolja az elektromos távíró elvét. Ugye ez a festőrámájából készült első modell, de na, visszafele megyek, bocsika. És látszik, hogy ez a vakráma, ami, tehát a festészet válik pillanatok alatt át technikába, te meg festővászonyba csavargatod, ezért jól van. valami biztos ki fog sülni. Azt mondja, hogy ott a Taton társaság életet élnek, elég hosszú ez az út, most is, akkor is. És azt mondja, Morse még az utazáson megfogalmazza és lerajzolja az elektromos távíró elvét, Jackson szellemesnek, de megvalósíthatatlanak tartja a Morse vázlatfüzetének skicceiből kibontakozó kódolási rendszert, azonban Morse-t nem hagyja nyugodni a dolog. McLaren ezt írja az új technikai apparátusok invenciójával kapcsolatban, ami a feltalálónak a diszociációs mátrixba lépését
vagy más megfogalmazásban Csíkszentmihályi flow elméletét is jellemzi. Azok, akik először tapasztalják egy új technológia kezdetét, legyen az ABC vagy rádió, igen hevesen reagálnak rá. De későbbről visszafele tekintve is. Elég hevesen reagálnak rá. Magamról tudom, és ezt látnom nálad. Morze megérezhette, hogy a primitív szerkezet, amely az áram szakaszos megszakításával egyszerű jeleket tesz látható, egyébként az első nem nyomogatós volt, hanem készített egy ilyen fogas létszerűséget, azok voltak a különböző jelek, és azokat lehetett tekerni, és az adta a jelet. De aztán rájött, hogy ezt meg lehet tanulni, tehát a tanulást nem feltételezte először, hogy van ember, aki megtanulja a Morze ABC-t, mert ez egy olyan különleges nyelv. De aztán minden hadseregben ezt rendszeresítették, és mindenkinek meg kellett tanulnia. Tehát egy ilyen fogas léc volt az, amelyik itt látszik a tekerentyű itt alul, amelyik a leideni palackhoz, ami az áramot szolgáltatta, összeköptetésben van, itt van az áram megszakító, ez a leideni palack, az a battery, és így adja tovább a jelet ennek a lyukszallagnak, amiről szintén ez leolvasható. Tehát Morze megérezhető, hogy a primitív szerkezet, mely az áram szakaszos megszakításával egyszerű jeleket tesz láthatóval, képes lehet kiváltani mind a postahajót magát, amin utaznak, és mint ezt a baromi nagy festményt, amit három éven keresztül festett, és ott van a TAD-ban, és rögtön megutálta. A raktérbeállított levegben kódolt friss hírekkel, üzenetekkel, és a postahajó feladata az volt, hogy híreket, leveleket vigyen. Tehát ezt mind ki lehetett váltani, ami azon a hajón volt, tulajdonképpen ezzel a szerkezettel. Mind az alsó fedélzeten utazó frissen festett Best of Blue képével együtt, ami így elvesztette funkciót. És utána jön a kép továbbítása, a kép, színes kép továbbítása, stb. Egyébként a Jacksonnal később nagy pereskedés lett, mert a Jackson azt mondta, hogy ő találta ki ezt a Morze távírót. Akkor még nem mondta, akkor Jackson távírónak hívnánk, hogyha ő nyerte volna meg a pert, de egy ilyen beszélgetés a TAD-on milyen hosszú évekig elhúzódó pereskedésre vezetett. Két remek ember beszélget egymással. Dagger és Morze annak a következő már levédett találmányának támogatást kereső európai útján, tehát Morze levédeti a találmányát, jön Európába, hogy a patentet itt is levédesse. 1839. március 7. napján a párizsi diorámában, mert ugye abból él Dagger, diorámát működtet. Az is a optikai illúzió, mint a fontó, vagy a bármely technikai kép, mégis optikai illúzió épül, ennek az egyik műfaja volt a dioráma. Tehát 1839. március 7. napján a párizsi diorámában történt találkozásukkor, ahol Daguerre addig titokban tartott fényképészeti technológiáját is bemutatta Morzénak. Nem merészség azt állítanunk, hogy a majdani képtovábbítás olyan eljárásainak lényege tulajdonképpen már rendelkezésre állt, mint a telefax, televízió vagy az internet. Ezen a napon Morze jelenlétében készül az első olyan fotográfia e prezentáció során, amely ember szerepel. A cipőpucoló és küncsaftja az üres utca előterében. A forgalmas, Boulevard du Temple, a Boulevard du Temple egyedül ők nem változtatták meg a helyüket a több perces expozíció alatt. Daguerrenek a dioráma tetejéről kikandokáló kamerája örökíti meg őket elsőként. Morze döbbenettel tölti el, hogy a forgalmas utcáról a többi ember, a konflisok és a járókelők mind-mind eltűntek a higanygőzzel előhívott lemezen. Következő napon, amikor Morze viszonzásképpen szálláshelyén prezentálta elektromos távírójának működését, a diorámában tűzütött ki, és a közkedvelt mozgó kép színház porrá égett. A diorámához érkezve Daguerre a tűzoltókat csak arra tudja rávenni, ugye mint egy krimi ez, arra tudja rávenni, hogy mindenképpen akadályozzák meg a tűz terjedését, arra koncentrál, hogy a felső szinten levő műtermét a lángok semmiképpen ne érhessék el. Így menekült meg
az a hely a dioráma épületében, ahol a fotózási kísérletének eredményét és dokumentumait tárolta. Dagger biztos anyagi háttere összeomlott, innentől kezdve nem volt visszaút számára. A titkos receptet, amit addig féltve őrzött, a francia kormánynak adta el tisztes évjáradék fejében, a kormány pedig a nagyközönség számára is hozzáférhetővé tette az eljárást, a Daguerre-Tipi eljárását, mely így az egyik legelső szabadon megosztott open source szabadalom volt. Morse a washingtoni kongresszusnak mutatta be távíróját, majd Európában próbálkozott, sokáig nem kapott még odahaza sem támogatást, az 1843-ig váratott magára. Ugye 1843 magyar kontextust ismerik. Emblematikus, hogy első távíró modellje egy vakrámának a felhasználásával készült, mehez még fémből készített a jelkódokként egymás mellé illeszthető megszakító fogakat használt betűkódként, ezen lineárisan egymás után tulajdonképpen a nyomdai szedő munkája kellett ehhez, hogy ugye kiszedje ezeket a kis darabokat az üzenet beírásához. Egy másik változatban körben egymás mellé helyezett egy sínre, ez az első média loop, ami ciklikusan önmagában záródóan ismételgeti az üzenetet, melyet óra szerkezet továbbított az elektromágnes előtt az adóban, így automatizálva az adást. A megoldás nehézkessége és az így összeállítható szöveg korlátozott terjedelme miatt majd kiváltja egy praktikusabb és sokkal olcsóbb megoldás. Egy ember a távírás, és akkor nem kellenek ezek. És kütyük, aki ugyanazokkal a mozdulatokkal klikkelgeti üzenetét, ahogy én most a számítógépen éppen nyomkodom. Szóval ez egy kis ízelítő volt, még van vagy 3-4 széljegyzet, de akit érdekel, az open source ez a dolgozat. Számomra is nagyon érdekes volt, tényleg olyan, mint egy krimi ez az egész. Hogy kapcsolódnak össze dolgok, és milyen fontos emberek ismerik egymást. Itt a Darwintól kezdve, abban a sztoriban rengetegen benne vannak, és azt mondta az egyik értékelő, hogy nekem mindenről a dolgozatokban eszembe jut valami, de azt hiszem, ez természetes. Tehát így halad előre az ember, és így is dolgozik. Tehát a képzőművészet során is, vagy ennek a praxisnak a során is, ugye ezt használja az ember. Tehát a Dagger kép, stb. Itt van az egyetlen ember, és amiről még akartam beszélni, mert ez sokkal jobban, ez a Strindbergnek a drámaíró, Strindbergnek a képei, vagyis a lemezei. Ő ugye volt Eastman kamerája, de nem érdekelt. Azt mondta, hogy az hamis képet mutat. Ő fogta és a fényérzékeny lemezt kirakta az éjszakába, a holdfénybe, és talán előhívta. És ez lett belőle. Nyilvánvalóan marhaság, de mégis kapcsolatban van veled. Meg velem is, mert gyönyörű oxidációs mintázatok láthatók rajta. A másik... És persze, és elküldte a Tudományos Akadémiának, és ezért meg röhögve visszaküldték, hogy erre semmilyen bizonyíték nincs. De pontosan. És így néznek ki a Hubble teleszkóp képei, tehát igaza van. Tehát azok a mintázatok hasonlóak egyszerűen, tehát valamilyen módon a félreértelmezés a technikai baki miatt mégis utólag igazat kell adnunk. Mert ott egy nebula, ott van egy csillagköt, stb. És ezek vannak a te lemezeiden is, meg az én oxidált rész, hogy hívják, is, installációin is, mert ezek a mintázatok megtalálhatók a természetben, tehát a természetről szólunk, de nyilván a nagyobb köze van az absztrakt, expresszionista festészethez esetleg ezeknek a dolgokhoz. Ez a Runge-féle könyv, ahol különböző kémia anyagokat egymásra csöpögtet, és gyönyörű mintázatok jönnek létre belőle, de a Strindberg ezeket ismerhette, és az eljárása és a kísérlete során alkalmazta. Ezek a Strindberg fotók különböző lemezekre, transzparens üveglapokra, só oldatokba mártotta, őket szárította, majd a só kristályokat kontaktolta. Tehát ez is egy szép eljárás szintén. Tehát egészen kortárs dolgokat művelt, és közben meg remek drámákat is írt. Ugye ez a
Derges, Susan Dergesnek a vízfotói. Dergesnek van írva, de állítólag angol, tehát ezeket is. Tehát a fotó papírt fogja éjszaka, belerakja a vízbe. Enci, te ismered, nem? Ugye? Belerakja a vízbe, és egyet rávakozik. És utána előhívja. És a folyó víz, a csöpögő, esőben csöpögő ez látványa rögzítődik a papíron. Tehát ez is elég. Erről van szó. Erről beszél tulajdonképpen. Hát önmagát reprodukáló, de az ember által beavatkozás során létre jövő természetképe, vagy természet mintázatai. Akkor van, ezt nem kell bemutatnunk, az elég rossz, de aki a lejárt fotópapíroknak a bűvöletében él szintén, és gyönyörű képek, ugyanaz, mint a Strindbergnek a képe. És akkor van egy ilyen vonulat, az elektromosság, hogy a tűz elemez is elérjünk, mert az is engem is nagyon sokat foglalkoztatott, hogy hogyan lehet ezeket rögzíteni, rajzolni. Ebből is van egy fejezet, akit érdekel, az olvassa el, mert minden időt azt hiszem túllépünk, és ezek a mintázatok szintén többek közt magyar alkotóknak, fizikusoknak a különböző elektromos kisülés rögzítései. Ez meg ez az, amit előbb fölmerült, hogy ez volt maga az a tárgy, amit mégis ezt a szikrát gerjesztette, és ennek a videóképe lett, ugye. Ez meg a Gustav Metzler, aki ugye ez a destroy art, az önmagát pusztító művészet atya, és ilyen folyékony kristályi diákat csinál. Először rendes diavetítővel, az melegszik, és ez állandóan változik, és azt hiszem a Who együttesnek a VGE, mert ezeket vetítik a koncertek közben a zenekar fölé. Ezek állandóan változó dolgok, de ugyanerről szól tulajdonképpen az egész, és ugye a kémiának, ami engem most érdekel, ez a Beluzói Zsúov, Zsáborsenszki, vagy nem tudom kimondani, de orosz neve van, nevű oszcilláló kémiai reakció, ami egy gyönyörű, és a kristály különböző opálokon, és ez rögzítődik, de ott millió éves expozícióval tulajdonképpen ez a folyamat. Egy edénybe kétféle anyag egymással úgy beszélget, hogy az egyik mindig túlsúlyba kerül. És utána, amikor elér egy egyensúlyi állapotot a másikkal, akkor átváltozik a dolog, ezért így oszcil, és állandóan változik. Ezek a mintázatok is Turing mintázatok természetesen, és ezek számtalan helyen megfigyelhetők, akár a Big Bang utáni pillanatokat föltérképező legújabb mikrohullámú sugárzást mérő felvételeken, ugye van ez az ősi világkép, ami ezt a mintázatot mutatja, stb. Stb. És ezek a különböző kristályokban és egyebekben mutatkoznak meg, és itt van egy kép, ami a sajátom, és nekem ez az arcpoétikám. Tehát ez a Laterna Magikás zenész vándorló két fiatal ember, az ősz VG és ősz DG, akik a büntetés árnyékában, mint egy pellengér oszlop, de hát a kritika mindig ilyen, hogyha művészetet csinál az ember, járnak, vándorolnak témák, médiumok, helyek között. Most meg én itt vagyok a kapnában. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Hosszú volt, nagyon hosszú volt. Ha én egyszer elkezdek beszélni, akkor...